A mai alkalommal a víznek a kémiai oxigénigényét fogjuk megvizsgálni permanganometriás módszerrel, illetve lesz még egy érzékszervi bírálatunk is, majd egy ismeretlen terméknek fogjátok egy édes töltött keksznek az érzékszervi bírálatát elvégezni, és a harmadik gyakorlatunk, vagy a gyakorlatunknak a harmadik része az pedig abból fog állni, hogy különböző élelmiszereknek, folyadékoknak a pH értékét megnézzük pH mérő műszerrel. Laborgyakorlat az élelmiszer ellenőrzési technikus képzés egyik óráján. Az élelmiszer ellenőrzési technikus meghatározza az élelmiszerek összetételét, vizsgálja a megjelenésüket, az ízüket és az állagukat, ellenőrzi az élelmiszeripari gépek és berendezések hibáját, és segíti a biztonságos élelmiszerek előállítását. Az élelmiszer ellenőrző technikusi képzés, ez egy 5 éves képzés, a 9. évfolyamba alapképzést kapnak a tanulók, ágazati alapvizsgát tesznek, ami a szakmai vizsgának a feltétele, 4. év végén ugye érettségiznek, és az 5. év végén vizsgáznak a szakmai tantárgyakból, illetve angolból. Tehát a mai élelmiszeranalitika gyakorlaton élelmiszerek savtartalmát fogjuk meghatározni, 2 mintával fogunk foglalkozni, citromlével és felöntőlével. Az első feladat lesz a gyakorlaton, hogy a mérőoldatunknak a faktorát kell meghatározni. Az élelmiszer analitika az elméleti tantárgyakra épül, és az elméleti tantárgyak azok általában együtt haladnak a gyakorlattal. Itt értem ez alatt az analitikát, a szakmai számításokat, mikrobiológia, tehát alapokat ad a gyakorlatnak. Azért választottam ezt a szakmát, mert a nagyszüleim is ilyen ágban tanultak tovább, ilyen tanulmányaik voltak, nagymamám ebben az iskolában is tanult tovább, és engem is nagyon érdekel a kémia, illetve a laboratóriumi munka. Az élelmiszerek mindig is érdekeltek, az előállításuk. Ez fontos számomra, hogy biztonságos élelmiszer kerüljön minden asztalra. Emlékszik-e valaki arra, hogy milyen mérőoldattal dolgoztunk az előző alkalommal? Jó, nátriumhidroxid volt a mérőoldatunk, mi volt a faktorozó oldatunk? Jó, mi volt az indikátorunk? Jó, milyen színig titrálunk? Halvány rózsaszín színig. Szeretem azt, hogy tanítják a tanárok, mivel minden tanár nagyon tapasztalt és felkészült, és érdekes minden, amit megtudunk az élelmiszerekről, a kémiát, azt nagyon szeretjük. A képzésben szerettem az aprólékosságot, az odafigyelést az apró részletekre, hiszen ezen múlik minden. Élelmiszerek savtartalmát fogjuk meghatározni. Ugyanazzal a mérőoldattal fogunk dolgozni, mint az előző alkalommal, nátriumhidroxiddal. A mérőoldatnak a fogyásából fogunk visszakövetkeztetni ugye a mintánknak a savtartalmára. A jövőre nézve a terveim, én személy szerint tovább szeretnék tanulni a MATE nevezetű egyetemre, a biomérnöki szakra. Élelmiszervizsgáló laboratóriumban szeretnék dolgozni, ahol az élelmiszerekkel foglalkoznak. Nagyon keresett ez a szakma, hiszen többször előfordult már, hogy érkeztek be állásajánlatok olyan tanulók felé is, akik még nem végeztek az iskolában, de már felvették volna őket ugye élelmiszer ellenőrző laboratóriumokba. Élelmiszeripari cégeknél mindenhol van ilyen laboratórium, ugye a minőség szempontjából vizsgálni kell az élelmiszer összetevőket. Folyamatosan van felvétel. Olyan tanulók jelentkezzenek erre a képzésre, akiket érdekel, hogy mi az, amit megesznek, mi az, amit az asztalukra tesznek, tehát hogy az élelmiszerek milyen összetevőből állnak. Ha szeretnél modern műszerekkel izgalmas kísérleteket végezni, pontos vagy és aprólékos, szeretsz csapatban dolgozni és felelősséget érzel a környezeted egészségéért, akkor jelentkezz élelmiszer ellenőrzési technikusnak. Ezt a szakmát mindenkinek tudom ajánlani, aki érdeklődik a kémia iránt, szereti a látványos kísérleteket, a labormunkát és a precizitást. Ajánlom azoknak ezt a szakmát, akiket érdekel az élelmiszer, a kémia, a laboratóriumok világa és minden, ami ezt összefoglalja.